Az MTAK az július 1-én indult a szállodák körében az adatszolgáltatás, és hát most október 1-től a panziók körében. Azt látjuk, hogy gyakorlatilag lassan lefedjük a teljes szolgáltatói kört, tehát több mint 2200 érvényes regisztrációnk van, folyamatos az adatszolgáltatás, most jelenleg egy induló projektről van szó, tehát az adattisztításon dolgozunk, ahhoz, hogy teljesen tiszta adatokat tudjunk visszaadni a szolgáltatóknak és az iparágnak is, úgyhogy ez még folyamatban van itt a bevezetés kapcsán. Az ENTAK ugye egy több lépcsős rendszerbe kerül bevezetésre, jelenleg regisztráció és az adatszolgáltatás indul, és igazából mikor teljes adatszolgáltatás megvalósul, akkor azokkal az adatokkal, naprakész adatokkal fogjuk segíteni az iparágat a gyors döntésekbe, és hogyha sikerül adminisztrációs terheket is levenni a szolgáltatókról, akkor pedig az adminisztráció csökkentés is meg fog valósulni. Ez egy picit várni kell még, hiszen egy induló bevezető rendszerről van szó, tehát monitorozni kell azt, hogy megfelelően működjön. Valaki kifejezetten örül neki, hiszen munkaerőt is tud megtakarítani, hogy akár a saját teljesítményét, akár a környezetét monitorozza. Nyilván, aki eddig nem használt szoftvert, az eleinte egy kicsit kétkedő, de azt gondolom, hogy ha csak az ingyenes szoftvert is elkezdi használni, ami abszolút mobilra optimalizált és nagyon könnyű használatot biztosít, akkor egy idő után le fog szokni a határidőnaplóról. A Magyar Turisztikai Ügynökség egyik legjelentősebb digitális fejlesztése, úgyhogy ha ez megvalósul, én azt gondolom, hogy kiúszhatjuk magunkat, hiszen sem Ausztriában, sem Németországban, akit mindig mintaként szoktuk emlegetni, nincs ilyen jellegű digitális adatszolgáltatás, ilyen gyors rendszer, úgyhogy ezzel szerintem a szektornak a versenyképessége egyértelmű. Növekedni fog, és emellett ugye említeném az áfa csökkentést, amit a kormány január 1-től léptet hatályba, ez meg szintén a versenyképesség fokozására irányul. Mindenhol máshogy működik, szerintem a digitalizáció az mindenhol más. Ugye Kínában gyakorlatilag már készpénzmentesen működnek a szolgáltatók, ami még Magyarországon elképzelhetetlen, de mi rendszerünk leginkább a horvát példához hasonlít. Horvátországban 2016-ban bevezettek egy nagyon hasonló rendszert, ezt e-visitor rendszernek mondják. Ott 220 ezer szolgáltató regisztrált ebbe a rendszerbe, és napi szinten használja problémamentesen. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy nálunk is fog sikerülni, tehát január 1-től az a 41 néhány ezer szolgáltató az folyamatosan tudja használni a rendszert, és élvezni fogja ennek az előnyét.